Kormányzati források is megerősítették, hogy az Agait Ferenc halt meg, aki korábban Magyarországon is járt. 20 éves katonák közé hajtott egy teherautós merénylő Jeruzsálemben, majd vissza is tolatott, legalább 4-en haltak meg. Megdőlt a hideg rekord a Pest megyei Tésán, mínusz 28 fok alá süllyedt a hőmérséklet, többen megfagytak tegnap éjjel. Bíner Gusztáv lett az úszószövetség új elnöke, Gyárfás Tamást örökös tiszteletbeli elnöknek jelölték volna, de ez végül nem sikerült. Híradó 6-kor az ATV-n, jó reggelt kívánok! Még az automaták is megfagytak. Facebookos posztban tette közé a hírt a BKK, hogy január 8-án vasárnap a rendkívüli hideg miatt összesen 78 jegy- és bérletkiadó automata nem üzemel, ebből 56 nyomtatóhiba miatt. Az automatákban a fűtés nem működik. Az idei tél leghidegebb éjszakáján volt túl az ország tegnap. A Pest megyei Tésán megdőlt a hidegrekord, mínusz 28 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Az északi és keleti ország részekben sok helyen volt reggel mínusz 20 fok körüli hőmérséklet. A legtöbb helyen már nem csak a hajléktalanokra figyelnek, hanem az idős, egyedül élő embereket is gyakrabban látogatják, nehogy kiüljenek. A Debrecen környékén a polgárőrök is segítik az időseket, akik ilyenkor rendszeresen látogatják meg az egyedül élő embereket, ha kell bevásárolnak, ha kell fát vágnak. Folyamatosan járőrözünk, alkalomattán naponta, ha kell, többször, illetve ahogy az igény megkívánja. Tehát odafigyelünk az idősekre, nehogy valaki megfagyjon, vagy valami, bármi más történjen. Harsányi Béláné is egyike azoknak, akiknél a polgárőrök segítettek fát vágni. Szükség is volt erre, mert ma reggel már kemény hideg volt. Ma reggel is hideg volt, tegnap is nagyon hideg volt, és egész nap. Egész nap, ma reggel például csak 17 fok volt a lakásomban, és egy kicsit fáztam. Nyíracsádon, ahogy sok más helyen gyakori, hogy a szomszédok figyelnek az idősekre. Reggel az az első jön megnézni, hogy felköltem, hogy mi van velem, de ha csak annyi csak éppen, hogy bejön, meglássa, hogy fenn vagyok, már megyen is, mert neki is van elfoglaltságúgyi dolga. A nagy hidegben még inkább szükség van a segítségre. Jövök a kis ennivalóját, reggeliét, ebédjét, megmelegítem neki, megnézem, hogy nincs-e ajtók nyitva, gonvektort, mely leellenőrizem, hogy ne maradjon úgy, hogy jó melegbe legyen. Közben az ország nyugati részén reggel mínusz 4-5 fokig emelkedett a hőmérséklet, itt beborult és 6-8 centi hó esett. Nagykanizsán is szükség lett a hólapátokra. Sok munka is van vele. Folyamatosan hordani kell a havat, jégmentesíteni, hómentesíteni a járdákat, úgyhogy azért kemény feladat ez a családi házaknál élők számára. A havazás délutánra elállt, így komoly gondot a közlekedésben sem okozott. A főutak mindenhol járhatóak, a legtöbb helyen sónedvesek voltak, a mellékutakon viszont sokfelé letaposott hótól lehet csúszós az út. Rég nem látott módon fogtak össze civilek, hogy a lehető legtöbbet segíthessenek a nagy hidegben azoknak, akiknek a legjobban szükségük van erre. Erről beszélt híradónknak a Budapest Bike Mafia alapítója. A Mayhem alapítvány munkatársai és krízis autója folyamatosan rója az utcákat és fogadja a bejelentéseket a veszélyben lévő emberekről. Az idei télen eddig több mint 80 ember fagyott meg. Tegnap délelőtt két hajléktalan holttestére bukkantak egy zuglói építkezés mellett. Otthon összetünk pulóvereket, kabátokat, amiket már nem használunk, meg hoztunk egy kis hideg élelmiszert. Kabátokat, pulóvereket, sálakat hoznak civilek a Víg Színház előtt felállított úgynevezett szabadfogasra. Azért, hogy akinek szüksége van rá, az választhasson magának egyet a meleg holmik közül. A hőmérő mínusz 5 fokot mutat délután 1 órakor a belvárosban, de éjszakára újra mínusz 20 fokig is lehűlhet a levegő. A Menhely Alapítvány igazgatója azt mondja, a szeretett szolgálatokkal közösen működtetett krízisautók 24 órában járják a várost, a diszpécser szolgálat pedig folyamatosan fogadja a hívásokat. Rekordokat döntögetünk, már második napja 350 feletti hívásszámmal dolgozunk, és ezeknek a jelentős száma 45%-a utcai bejelentéseket akar, tehát gyakorlatilag ilyen 150-170 utcai bejelentésre kell
autót küldenünk, ahol ugye hajléktalan emberhez kérnek segítséget. Ott a háztömnél bent volt, két pokrocolt rajta, azt mondta, jól van. A Budapest Bike Mafia Üllői úti központjában nem csak az információk, hanem az adományok is folyamatosan érkeznek, ám ez a mennyiség csupán 10%-a annak, amely az elmúlt két napban érkezett. Az élelmiszereket, takarókat önkéntesek viszik el a hajléktalanoknak. Havasi Zoltán azt mondja, rég nem látott mértékben fogtak össze a segíteni akaró civilek. Az önkéntes mag az ilyen 30 ember körülbelül. Ilyen helyzetekben most nyertünk egy csomó önkéntes, nagyon sok lelkes embert kaptunk, és remélhetőleg közösen fogunk a jövőben együtt dolgozni. Ha azt a számot kell elmondom, hogy körülbelül hány önkéntest remélhetünk ennek az akciónak a kapcsán, szerintem 100 fölött van a szám, és hát maradjunk együtt, és csináljuk tovább. Varga Dávid reggel óta itt van, és mert szeret másoknak segíteni, este sem megy haza. Megyünk ki, éjszaka körbejárjuk a várost, keressük a hajlék nélküli embereket, akár aluljárókban, akár máshogy tudjunk segíteni, takarókkal, élelemmel, forró teával, láb-kézmelegítővel, izolációs takaróval, stb. Mi az, amikor azt érzed, hogy megéri ezt csinálni? Mindig azt érzem, ezt mindig megéri csinálni. A hidegben a rendőrök is segítenek. Az elmúlt 48 órában 53 esetben intézkedtek a fagyban bajba került emberek megmentéséért. Az elmúlt napok járőszolgálati során sokszor találkoztunk olyan fedélnélkül élő emberekkel, akiknek segítséget tudtunk nyújtani, és krízis autókkal őket melegedő helyekre tudtuk szállítani. Sajnos esemény, hogy nem mindenkinek tudunk ilyen esetben segíteni. Segíteni annak a két hajléktalan embernek sem tudott senki, akiknek a holttestére vasárnap délelőtt találtak rá zugló egyik üres telkén. A betonfal tövében talált férfi és nő az éjjel fagyott halálra. A Sajó jégpáncélja alatt találták meg tegnap este azt az eltűnt gyereket, akinek keresésére még délután adtak ki körözést Kazincbarcikán. A keresésbe sötétedés után bekapcsolódó tűzoltók a Sajó jege alól emelték ki a kislány testét, és bár megpróbálták újraéleszteni, nem jártak sikerrel. A gyermek édesanyja jelentette be, délután a kislánya 3:43-kor eltűnt. Korábban a társaival játszott, egyelőre nem tudni, hogy került a Sajó jege alá. Európa középső és délkeleti részén már 20 halálos áldozata van a hidegnek. Romániában a hótorlaszok által elzárt településekre a mentőautók sem tudnak eljutni. Emiatt két nő is otthon hozta világra a gyerekét. Isztambulban több száz légijáratot töröltek a hóvihar miatt, még a görög szigeteket is hó borítja. Több gépkocsi elakadt a hófúvásban Románia délkeleti részén, Konstanca megyében. A katasztrófa elhárítás vízzel látta el a bajba került sofőröket, de sokkal többet nem tehetett. Több út járhatatlan, és a vonatközlekedés is csak részlegesen állt helyre. Többfelé áramkimaradások vannak. Bukarestben is nagy hó esett, és jóval fagypont alatt a hőmérséklet. Maga Gabriella Firea polgármester osztott élelmet, és melegitalt a hajléktalanoknak. Hálásak vagyunk Istennek, hogy gondja van a szegény emberekre. Senkinek nem kívánom, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, mondta az egyikük. Románia egész területén elsőfokú fagyriadó van érvényben kedd reggelig. Még nappal sem várható mínusz 10 foknál magasabb hőmérséklet. Isztambulban több száz légijáratot töröltek a hóvihar miatt. Több ezer utas rekedt az Atatürk nemzetközi repülőtéren. Több tucat járatot más repülőterekre irányítottak. Görögország középső részén nem szokványos látvány a vastag hóréteg. A Marathonhoz tartozó Grammatikó település lakosai mégis ezzel küzdenek. Nehéz éjszakánk volt, gépeket vettünk bérbe, így tisztítjuk az utakat, de túl sok a hó, panaszkodott egy helyi önkormányzati képviselő. Lesbos szigetét sem került el a hóvihar. A görög szigeteken 15 ezer menedékkérő tartózkodik fűtetlen sátrakban. Többen halára fagytak. Lengyelországban éveleje óta már 12 halálos áldozatot szedett a rendkívüli hideg. Többségük autóbalesetekben halt meg, de hajléktalanok is vannak a halottak között. Csak az elmúlt 24 órában 21 közlekedési baleset történt. 4 ember halt meg, 27-en megsérültek, mondta egy tisztviselő az Országos Rendőrfőkapitányságon. Lengyelországban napok óta tart a rendkívüli hideg. A fővárosban, Varsóban mínusz 21 fokot mértek a hétvégén. 30 cm-es hó esett New Yorkban is. A hó, az erős széllökések és a mínusz 10 fokos hideg sem okozott azonban nagyobb fennakadásokat a közlekedésben. Az Egyesült Államok keleti partvidékén és déli területein viszont többfelé jégtükörré változtak az utak az ónos eső miatt, ezért sokan nem tudták elkerülni a baleseteket, amelyekben 4 ember halt meg.
Észak-Karolinában 20 cm-es hó esett. A rendkívüli időjárás miatt sok iskolában tanítási szünetet rendeltek el. Csak tegnap estére állt helyre abban a 700 salgótarjáni lakásban a fűtés és a melegvíz ellátás, amelyekben a távfűrendszer meghibásodása miatt nem volt fűtés. A szakemberek már pénteken észlelték a hibát, de csak vasárnap reggelre tudták annak a lyukas csőnek a helyét behatárolni, amelyet ki kellett cserélni. A javítás idejére vagy teljesen, vagy részben szünetelt a szolgáltatás a távfűtéses lakásokban. Azoknak, akiknek nem volt hova menniük, a sportcsarnokban biztosítottak melegedő helyet. A leghidegebb éjszakát követően vált szükségessé a hálózaton a javítás. Éjjel mínusz 20 fok körül volt a hőmérséklet. A lakókat már szombaton értesítették, akik próbáltak előre tartalékolni meleget. A házmester felhívott tegnap, illetve hagyott egy üzenetet, hogy nem lesz fűtés reggel 8 órától. Bekapcsoltam 100%-ra minden szobába, a fürdőszobába, konyhába. A fűtőtestet rányomtam, viszonylag meleg volt. A kinti nagy hideg miatt a lakások viszonylag gyorsan lehűltek. Délutára már egyre többen voltak kénytelenek alternatív megoldásokat keresni, hogy meleget tudjanak csinálni. Most be kellett állítani a hősugárzót, mert az az igazság, hogy gyorsan lehűl a lakás, a nyilászárók nem rendesen zárnak, és a biztonság kedvéért beállítottuk. A távhőszolgáltatás hiánya, illetve korlátozása miatt érintett lakók azt mondták, hogy az időjárás miatt különösen nehéz a javítás idejét áthidalni. Még azért kibírjuk, de este azért nagyon hideg lesz szerintem. Úgyhogy bízunk benne, hogy minél hamarabb helyreállítják itt a dolgokat. A legrosszabb időben jött ez a csőtörés, a leghidegebb időben. És aki nagyon fázik, az sportcsarnokból biztosítanak neki melegedési lehetőséget. A Védelmi Bizottság döntött arról is, hogy azon polgártársaink, akik önerőből nem tudják a melegedőhelyet megközelíteni, önnekik a szállításuk, hogy és milyen módon történjen meg. A sportcsarnokba kora délutánig senki sem ment. Aki nagyon fázott, próbált más segítséget szerezni. Én megyek ki a lányomékhoz, az unokám mondta, hogy jön, mert ő náluk meg gázfűtés van az ott. A szolgáltató tegnap óta tervezte a javítást, így minden eszközt a helyszínre rendeltek. Mindenki fel volt készülve arra, hogyha ilyen probléma fölmerülne, akkor tudnak rögtön jönni. Ez már megtörtént tegnap hajnalban első lépésben, de a hiba felderítése után csak ma reggel tudtunk hozzáfogni az elhárításhoz. A tervek szerint az esti órákban végeznek a javítással és újraindítják a rendszert. Ezt követően még jó pár óra kell majd, hogy a radiátorok újra felfűtsék a napközben kihűlt lakásokat. A hideggel egy időben megszaporodtak a lakástüzek is. Az országban több épülethez is riasztották a tűzoltókat, halálos áldozat is van. Győrmosonban, Vitnyéden, Veszprém megyében, Városlődön, míg Zala megyében, Pusztamagyaródon találtak a romok átvizsgálása közben holttestet a tűzoltók. Egy 55 év körüli asszony lakott ebben a pusztamagyaródi házban. A tűzoltók már csak a holttestét találták meg az épületben, miután eloltották a lángokat. Hogy mi okozta a tüzet, egyelőre nem tudni. A nő rokonai is csak találgatnak. Nem tudom, ez hogy történt, ez a baleset, hogy történt. Lehet, hogy egy szikra kiesett, a kályhából kiesett. Lehet, hogy ez úgy történt, ez a baleset. A falu polgármestere azt mondta, hogy az asszony a napokban kapott tőlük tüzelőt, hogy a nagy hidegben tudjon fűteni. Ketten egy idős nővel együtt laktak itt, de ő éjjel nem aludt otthon. Nagyon idős kis nénike, rokonság neki, de nem felmenő, tehát nem nagymamája, hogy ő most hol volt, állítólag az unokájánál éjszakázott, tehát ő nem volt bent a házba, mikor ez a tragédia történt. Ez pedig már a Heves megyei Poroszló, ahol egy ház teljesen lakhatatlanná vált ugyancsak a reggeli órákban. Itt több gázpalack is felrobbant, de még ezt követően is több palackot hoztak ki a házból. Itt már a tűz okát is sejtik. 4 darab oxigénpalackot és 1 darab propánbután palackot sikerült kihozni. Hőhatás nem érte a palackokat, hűtésre nem volt szükség. A tűz keletkezése vélemeztetően a cserépkályha és a környezetében fölhalmozott lombhulladékból keletkezett. A ház tulajdonosa azt mondta, hogy mielőtt a kályhát használta, nem ellenőrizte, hogy van-e a közelében éghető anyag. Nem csak a tűztéről beszélek, hanem a cserépkályhának a hátoldalára is beszélek, ugyanis a legelső átégő, ami lehozza az alsó bukójáratig a tüzet, az a fölmelegedhet jobban,
mint az egész cserépkályha összességében. Ebben a tűzben szerencsére nem sérült meg senki. A tulajdonosa egyedül él itt, de az biztos, hogy a házba már nem mehet vissza, mert az épület lakhatatlanná vált. Kormányzati források is megerősítették, hogy az Al-Gaid Faraó halt meg, aki korábban Magyarországon is járt, sőt a kormányfő családjával is üzletelt. Rétvári Bence miniszterhelyettes azonban híradónk kérdésére azt mondta, nem volt ilyen kapcsolat. A szaudi származású férfi annak ellenére mozoghatott szabadon Magyarországon, hogy az FBI és az Interpol is 25 éve körözte. Az ellenzéki pártok ismét vizsgálatot követelnek az ügyben. Bár hivatalosan nem jelentették be, magyar kormányzati források az Origo hírportál megkeresésére megerősítették, hogy valóban az a Gaid Faraón hunyt el, aki annak ellenére járt Magyarországon, hogy az FBI és az Interpol is 25 éven át körözte. A szaudi üzletember az utóbbi években Libanonban élt, és feltehetően ott is halt meg. Sajtóhírek szerint Faraón mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök vejével és Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesterrel is üzletelt. Nemrég az is kiderült, hogy az üzletember érdekeltségébe tartozó cég vette meg a magyar kormányfőházával szemben épült Cinege utcai házat. Rétvári Bence miniszterhelyettest a keresztények elleni terrorra emlékező eseményen kérdeztük, a terrorszervezetek pártolásával is vádolt néhai üzletemberről. Korábban is sokszor elmondtuk, hogy semmifajta hivatalos állami kapcsolata nem volt, hogy Magyarországon életvitelszerűen nem tartózkodott, közvetlen magyar tulajdona nem volt, úgyhogy a kettő közötti nem látok semmifajta ilyen korrelációt, amit ön említett. Az LMP külpolitikai szakszóvívője szerint nem lehet közbiztonságról beszélni Magyarország, ha egy nemzetközileg körözött bűnöző is szabad utazgathatott. Jó lenne tudni, hogy pontosan az elhunyt személy kicsoda, és hogy ez a tudás milyen kapcsolatban áll azzal, hogy a Gaid Faraón, aki Magyarországon most, hogy volt vagy nem volt, az attól függ, hogy ugye melyik minisztériumot kérdezzük, de Magyarországon volt, és hogy ennek a kettőnek milyen kapcsolata van egymással. Ameddig ezt nem tudjuk, addig Magyarországon véleményem szerint közbiztonságról nem lehet beszélni, mégiscsak egy nemzetközileg körözött bűnöző. A DK szóvivője szerint előfordulhat, hogy Gaid Faraón csak megrendezte saját halálát. A demokratikus koalíció úgy gondolja, hogy amit Orbán Viktor tett és tesz Gaid Faraónnal, illetve a veje, aki üzleti kapcsolatban áll Faraónnal, az helytelen, és a DK ezeket az ügyleteket függetlenül attól, hogy most megtörtént ez a haláleset, ki fogjuk vizsgálni. Meg nem erősített hírek szerint Gaid Faraont Libanon fővárosában, Beirutban temették el. A szűkörű búcsúztatáson csak a családtagok és a barátok vettek részt. Kamionnal hajtott egy csoport izraeli katonának egy palesztin merénylő Jeruzsálemben, az Óvárosnál. Négy fiatalt megölt, köztük három lányt, 15-öt megsebesített, végül lelőtték. A támadás hírére a Hamász palesztin terrorszervezet ünnepelni kezdett. Az izraeli kormányfő szerint az iszlám állam inspirálta a támadást. Megrázó felvételek következnek. Véres merénylet helyszíne lett Jeruzsálemben, a máskor élettel teli sétány. Egy csoport katona éppen hogy leszállt egy buszról, amikor a palesztin merénylő izraeli rendszámú teherautójával nekik hajtott. After about 7-10 minutes that... Éppen a csoportomnak magyaráztam Jeruzsálemről, amikor a katonák kiabálni és sikoltozni kezdtek. Ekkor láttam meg a teherautót, ahogy felment a járdára és katonákat ütött el. Mások tüzelni kezdtek a sofőrrel, de nem tudták egyből eltalálni, mondta egy idegen vezető. Ezeket a döbbenetes felvételeket egy biztonsági kamera vette fel. Látszik, hogy a teherautós merénylő nagy sebességgel hajtott bele a katonák csoportjába. Esélyük sem volt elmenekülni. A támadó nem elégedett meg azonban azzal, hogy egyszer elüti áldozatait. Tolatni kezdett, és még egyszer átgázolt rajtuk, mielőtt lelőtték. Mind a négy áldozat katonai szolgálatát töltötte éppen. Mindannyian 20 éves fiatalok voltak. Három közülük lány, a negyedik fiú. Egyértelmű, hogy szándékos támadás történt. 10-nél is több embert kórházba vittek. Most átkutatjuk a környéket, további terroristákat keresünk, mondta az izraeli rendőrség szóvivője. Mint kiderült, a merénylőt nemrég engedték ki a börtönből, Kelet-Jeruzsálemben lakott. A támadás után az izraeli katonák razziát tartottak az otthonánál. A Hamász palesztin terrorszervezet méltatta a támadást, és édességeket osztott a gázai utcákon az ünneplés jegyében. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő szerint, aki azonnal a helyszínre ment, az iszlám állam inspirálta a merényletet. A terrorszervezet tavaly júliusban Nizzában, decemberben pedig Berlinben követett el hasonló merényleteket, amelyekben csak nem 100 ember halt meg. Izraelben 2015 őszén kezdődött a palesztin késelős és gázolós merénylethullám, amelyekben 42 embert öltek meg.
Megvan Gyárfás Tamás utódja, Bínert Gusztáv turizmusért felelős kormánybiztos lett az úszószövetség új elnöke. Bínert Gusztáv a két másik indulót, Hornyák Viktort és Tóth Istvánt nagy fölénnyel győzte le. 146-ból 126-an szavaztak rá. Megválasztása után azt mondta, még este elkezdi a munkát a szövetségben. Ezek voltak a hírek, 6-kor most időjárás jelentés, világhíradó, aztán kezdődik a Start Krug Emiliával, híradóval pedig legközelebb 7-kor várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra akkor.